Sziasztok, jó estét! Hello, good evening to you all. Mielőtt elkezdeném a mai esti témát, hagyj hívjam fel a figyelmeteket az egyik hirdetésre, ami szerintem nagyon fontos és nagyon izgalmas dolog. But before we start the topic today, may I draw your attention to one of the announcements that I believe was about a very important thing. Ha van már gyermeked, akkor ez a gyermeknevelési szeminárium szerintem nagyon fontos számodra. If you have a child, then this parenting class is really important for you. A határokról lesz szó. And they will talk about boundaries. És erre biztos szükséged lesz, ha szülő vagy, vagy leszel. And I'm sure that you definitely need this if you are a parent or will be one. Nekem van egy most már majdnem 3 éves kisfiam. I have a 3-year-old boy. És én, nekem nagyon szükségem van erre, hogy tudjam a határokat felállítani. And I really need this. I really need to know how to set boundaries for him. Úgyhogy menjetek, nagyon jó lesz. So go to this class. It will be really great. Most pedig kezdjük imádsággal. But now let's start with a prayer. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy itt lehetünk előtted. Heavenly Father, we thank you that we can be here before you. Köszönjük, hogy neked van szavad. And we thank you that you have a word. Hogy a te szavad az életet teremtő szó. And we thank you that your word is a life creating word. Ez az a szó, amire ez az egész világegyetem előállt. And it was this word that created this whole universe. Ez az a szó, amire mi is életre keltünk. And this is the word that brought us to life. És ezen az estén ugyanezt az erővel, ugyanezt a szót várjuk. And this evening we are expecting this word to speak to us with the same power. És hiszük az ígéretet, hogy a te szavad nem tér vissza a dolga végezetlen. And we believe your promise that your word is not going to return a void. Szeretnénk Jézus találkozni veled. So Jesus, we want to meet with you here. Nyisd meg a szívünket, az elménket. Open our hearts and our minds. És csak szólj. And just speak to us. És cselekedj azt, amit te már elterveztél a teremtés előtt erre az estére a mi életünkbe. And please accomplish everything that you prepared beforehand, even before creation, for this evening, for our individual lives. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. And we pray in Jesus' name. Amen. Vannak itt közületek olyanok, akik hisznek abban, hogy van szerelem első látásra? Are there people here who believe that there is love at first sight? Tegye fel a kezét, aki hisz ebben. Just raise your hands if you believe in that. Nagyon sokan hisznek ebben. Many of you believe that that actually exists. Tegye fel a kezét az, aki nem hisz abban, hogy van olyan, hogy szerelem első látásra. Now those of you who don't believe that there is love at first sight, raise your hands. Wow. És azért jó sokan nem tették fel a kezüket. Quite a few of you didn't raise your hand at all. De szerintem minden ember egyszer az életében azért talán többször is elgondolkozik ezen. But I think that everybody at least once in their lives think about this question. The Hollywoodi filmek többsége erről szól. Because most of the movies made in Hollywood are all about that. Versek, regények, novellák szólnak erről, hogy az az igazi. Poems and novels all talk about that one right one. Képzeljétek, hogy már tudományos kutatás is folyik ezen a területen. Just imagine that actually scientific research is being made in this area as well. Egy pszichológus a New Yorki Stony Brook Egyetemen olyan embereket vizsgált, akik így hirtelen első látásra szerelembe estek. A psychologist the university in New York called Stony Brook examined people who have fallen in love at first sight, just all of a sudden. Az agyuk alapos feltérképezése és vizsgálata alapján azt találta, hogy and after having mapped thoroughly mapped their brains and examined their behavior, this psychologist found. Tehát az agyuknak egy olyan része lett aktiválva, ami ugyanaz, mint amikor a kokain szed valaki. Found that the same part of the brain got activated at time like this then that gets activated when somebody takes cocaine.
ebből én most nem fogok messze menő következtetések levonni. I'm not going to draw any kind of a conclusion from that. De azt biztos megállapíthatjuk, hogy még a tudomány azért keveset tud erről mondani. But what we can conclude that science is not really able to say much about this. De én hiszem azt, hogy az, aki alkotta az embert, az tudja, hogy hogyan működik az ember, és tud erre is válaszolni. But I believe that the one who created man knows how man works and is able to answer this question. És meglepő módon a Biblia beszél erről a kérdésről. And surprisingly, the Bible actually talks about this question. Ez a mai tanításom címe: Szerelem első látása. And that's the title of my message today: Love at First Sight. Azt még rátok bízom, hogy a végén kérdőjel van, vagy felkiáltója. And I will allow you to put an either question mark or exclamation mark at the end of this title at the end. Méghozzá a Biblia abban a részben beszél erről, amiket most pont tanulmányozunk, ugye szerda estéken. And the Bible actually talks about this in the very chapter that we are going to study this evening and in the book that we are studying on Wednesday evenings. Ugye Ruth könyvét tanulmányozunk. We are studying the book of Ruth. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz ez a mai este. So this evening is going to be really exciting. Hát persze, ha érdekel ez a kérdés. Of course, if you are interested in this issue. De sokkal mélyebb lesz az üzenet annál, mint választ kapunk erre a kérdésre. But the message will be much deeper than our answer to this question. Először hadd adjak egy kis háttérinformációt erről a könyvről azoknak, akik esetleg most kapcsolódnak be ebbe a sorozatba. Let me give some background information about this book for those of you who are joining us right now and haven't listened to this series yet. Ruth könyvét valószínűleg Sámuel írta, és ezek az események, amikről szól, a bírák idején játszódik. The book of Ruth was probably written by the prophet Samuel, and all these events are taking place during the time of the judges. Körülbelül 1050 évvel Krisztus születése előtt történnek mindazok, amiről beszélünk ma este. Everything that we will talk about this evening happened about 1050 years BC. Ruth könyvében egy csodálatos történetet olvasunk Boáz és Ruthnak a szerelmi történetét. So, in the book of Ruth, we read a really wonderful story. It's a beautiful story of the love between Boaz and Ruth. Ugye ennek a történetnek épp még az elején járunk, úgyhogy hadd foglaljam össze, hogy miről volt szó eddig. We are at the very beginning of this story still, so may I summarize what happened up to this point. Egy zsidó férfi, akit Elimeleknek hívtak feleségével, Naomival, Betlehemben éltek. The Jewish man named Elimelech lived in Bethlehem with his wife Naomi. És egy éhénység miatt elhagyták az otthonukat és Moab területére költöztek. And because of a famine, they left their home and they moved to the land of Moab. Ennek a házaspárnak két fia volt. The couple had two sons. Mind a kettő moabita nőt vett feleségül. Both of them married Moabite women. Az egyiket Orpának, a másikat Ruthnak hívták. One was named Orpah, the other one was named Ruth. Nem sokkal később Elimelek meghalt, és utána a két fia is meghalt. Not long after that, Elimelek died and the two sons died as well. Hát a három özvegy egyedül maradt. So the three widows were left alone. Naomi ezek után úgy döntött, hogy visszatér a szülőföldjére. After this, Naomi decided to go back to her homeland. És az egyik menye, Ruth, úgy döntött, hogy vele megy. And one of her daughters-in-law decided to go with her. És innen folytatódik a történet a mai estén, ahogy kezdjük a második fejezetet. And this is where we pick up the story this evening as we start chapter 2. Tehát 10 év telt el azóta, hogy Naomi elhagyta és elment Betlehemből. So 10 years have passed since Naomi left Bethlehem. Most újra otthon van. Now she's at home again. Az egyik menyével, Ruth-tal. With one of her daughters-in-law, Ruth. Teljesen magányosan és kilátástalan. And she is totally lonely and hopeless. Ugye abban a korban két magányos nő nem sok jóra számíthatott. In those times, two lonely women couldn't really expect too much good of life. Kezdjük hát el, ugye először kezdem olvasni először az első két verset. So let's start reading, and I will read the first two verses at first. Magyarul fogjuk olvasni a verseket, az angolul
tudók, azok majd követik. Ki lesz vetítve. And the verses will be read out loud only in Hungarian. Those of you who speak English, please just follow the verses or read them on the screen. Volt Naomi-nak a férje után egy rokona, a név szerint Boáz. Egy jómódú ember az Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a Moábi Rút Naomi-nak: hadd menjek ki a mezőre kalász szedni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte: eredj lányom. Itt az első versben egy nagyon érdekes dolgot tudunk meg. Naomi-nak volt rokona Betlehemben. We find out a really interesting thing here in chapter 1 that Naomi had a relative living in Bethlehem. Méghozzá egy gazdag ember. A really rich man. Arról nem olvasunk, hogy ő kereste volna a kapcsolatot ezzel az emberrel. And we don't read anything about her trying to get into touch with this man. Viszont az, hogy ez az ember rokon volt, ennek nagyon nagy jelentősége lesz majd a későbbiekben. But this man being a relative will be really significant later on. Ruthról viszont megtudunk valami nagyon fontos dolgot. But we find out something really interesting about Ruth. Akkor szerintem ez egy fontos dolog egy nőről, hogy ezt valaki megtudja. At least I think this is an important thing about a woman when somebody finds that out about her. Ruth nem volt egy lusta nő. That Ruth was not a lazy woman. Szerette az anyósát, szeretett volna gondoskodni róla. She loved her mother-in-law, she wanted to take care of her. És ezért úgy tűnik megtett mindent. And it seems like she did everything in order to do that. És elindul, hogy kalász szedjen. So she left to glean on the field. Amit mások ott hagytak. To pick up the grain that the harvesters left there. Azt, hogy ő ezt akarta csinálni, ez elmond még valamit róla. But we find out something else about her from the fact that she wanted to do this. Ismerte a Bibliát. That she knew the Bible. Legalábbis az akkori Bibliát, ugye a Tórát, Mózes öt könyvét. At least the Bible of the time, the Torah, the five books of Moses. Ez meglepő. And that's quite astounding. Ő nem volt zsidó. Or surprising, because she wasn't a Jew. Egy idegen népből származott, Moabita volt. She came from a foreign nation, she was a Moabitess. És ennek a népnek a története már az elejétől kezdve bűnről szólt. And the story or the history of this people group from the beginning was all about sin. Talán emlékeztek arra, hogy Ábrahámnak volt egy testvére Lót. Maybe you remember that Abraham had a relative or a cousin or brother called Lot. És Lótnak volt két lánya. Who had two daughters. És nem volt férjük. Who were not married. És erre kitalálták azt, hogy leitatják az apjukat, lefekszenek vele, és így lesz gyermekük. So they came up with this great idea that they will get their father drunk, sleep with him, and then that's how they will conceive and have children. Ezt a borzasztó tervet véghez is vitték. They actually went through with this crazy plan or terrible plan. És ebből a vérfertőző kapcsolatból a nagyobbik lánynak egy fia született. And the older daughter had a son born from this incestuous relationship. Moabnak hívták. And his name was Moab. Ő volt az ősatja a Moabitáknak. So he was the ancestor of all the Moabites. És aztán ennek a népnek a története nem volt valami szép történet. And then the whole history of this nation wasn't that beautiful either. A zsidókkal nagyon sokszor ellenségeskedtek és harcoltak. Because many times they were hostile to the Jews, they fought with them or against them. Egy bálványimádó nép volt. They were an idol worshipping nation. Csecsemőket égettek el oltáron, így áldoztak az istenüknek. They actually burnt babies on an altar and that's how they sacrificed to their god. A saját istenüknek, akit Kemosnak hívtak egyébként. To their own god, who was called Chemos. Ki többet akar tudni, erről olvass el a Királyok Chemos első könyvét, 11. fejezetben van erről szó. Those of you who want to know more about this, read the book of Kings, the first one, and chapter 11 we'll talk about it. Ez a nép folyamatosan megvetette Istent. So this nation continuously despised God.
and rejected him. És fertelmes bűnöket követett el. And they committed terrible sins. Ezért Isten ítéletet hirdetett Moab ellen. And because of that, God pronounced a judgment against them. Olvassunk Ézsaiás 16-ban is. We read about that judgment in the 16th chapter of the book of Isaiah. És ez az ítélet utol is érte őket. Krisztus előtt 715-ben az asszírok elpusztították ezt a népet. And then this judgment actually happened when the Assyrians destroyed them in 715 BC. Ruth ebből a népből származott. So Ruth comes from this nation or from this people. De ő másmilyen volt. But she was different. Nem gyűlölte a zsidókat. She didn't hate the Jews. És nem gyűlölte a zsidók istenét. And she didn't hate the God of the Jews. Hanem épp ellenkezőleg. But quite the opposite. Tisztelte, kereste és meg akarta ismerni. She respected this God and sought him and wanted to get to know him. Szerette az anyósát és gondját viselte. She loved her mother-in-law and took care of her. És valószínűleg az anyósa nagyon sokat beszélt a zsidók istenéről Rútnak. And probably her mother-in-law talked to her a lot about the God of the Jews. Ezért ismerte a Tórát. And that's why she knew the Torah. Honnan tudjuk, hogy ismerte a Tórát? How can we know that she knew the Torah? Honnan, amit tesz? By her actions. Mert her actions ismerte, hogy lehet reménye Isten gondoskodására, hogyha elmegy kalászt szedni. Because she knew that she can have hope of God's provision if she goes to pick grains or ears in the field. Miért? Why? Mert Mózes törvénye előírt, hogy a zsidók gondoskodjanak a szegényekről. Because the book of Moses told people to take care of their poor. Ruth ismerte azt, amit Mózes harmadik könyvében olvasunk a 19. fejezetben, a 9-es és a 10-es verseket. So Ruth knew what we can read in the book of Leviticus in chapter 19 in verse 9 and 10. Amikor a földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlőben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Ez egy elképesztően jó törvény volt. This was an amazingly good law. Ez szerintem jobb szociális program volt a szegényekről való gondoskodásra, mint nagyon sok mai segélyprogram. I think it was a much better aid program or social program for taking care of the poor than many aid programs that we use nowadays. Miért? Why? Azért, mert egyrészt ugye a farmereket nagy lelkűségre tanította Isten törvénye. Because on one hand, God's law taught the farmers to be generous. Másrészt a szegényeknek munkát adott, ami által megélhetésüket biztosította. On the other hand, it gave work to the poor, and through that this provided for them for their livelihood. Tehát nem csak oda vetettek egy segélyt nekik, so they were not just thrown some help, hanem megtarthatták az önbecsülésüket azzal, hogy megdolgoztak azért. But they can actually keep their dignity by working for it. Mindig lenyűgöz engem Isten bölcsessége a törvényeiben. God's wisdom always amazes me, his wisdom found in his law. Bár csak azok, akik ma alkotják a szociális programokat, tanulnának Istentől. I wish those who today create the social laws learned from God. Tehát Ruth ismerte Istennek ezt a gondoskodását, bízott ebben, és engedelmeskedett ennek. So Ruth knew about this provision of God and she obeyed it, believed it and obeyed it. Elment, útra kelt. So she went. És a harmadik versben ezt olvassuk. And in verse 3 we read the following. El is ment és kiérve a mezőre szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Hát itt kezdenek érdekes módon összeérni a szálak. So this is where things meet here. Ugye Ruth történetesen, the pieces start meeting here. Történetesen véletlenül éppen Boáz mezeire ment összeszedegetni a kalászokat.
It so happened that accidentally Ruth found herself on the field of Boaz, or went to the field of Boaz to glean there. És egy kicsit hagyj beszéljek a véletlenekről. And I want to talk to you a bit about accidents. Nagyon sok minden van a mi életünkben, amit nem mi irányítunk, és azt mondjuk, ez véletlen. There are many things in our lives that we are not in control of, and so we say that was an accident. Sokszor azt mondjuk, hogy véletlenül történtek csak dolgok velünk. And many times we say that things happen to us accidentally. De nem tudom, hogy megfigyelted-e, hogy sokszor keresztények mennyire nem logikusan gondolkoznak erről a kérdésről. I don't know if you've noticed how illogically Christians think many times about this question. Ugye, amikor jó dolgok történnek velünk, akkor azt mondják, hogy hát ez Istentől van, mert so megáldott good things bennünket. Happen to us, they say, oh, this was God, he blessed us. Amikor rossz dolog történik velünk, hát ez véletlen volt. But when something bad happens to us, we just say, oh, it was an accident. Hirtelen a véletlen helyére beug, ugye, a Isten helyére beugrik a véletlen. All of a sudden, we replace God with the accident. Pedig azért, mert nem értünk dolgokat, még nem kéne a szuverén Istent kihúzni a képletből. But just because we don't understand things, we shouldn't just throw the sovereign God out of the picture. Én hiszem azt, hogy nincsenek véletlenek. I really believe that there are no accidents. Vannak dolgok, abból sok, amit mi nem értünk. There are things, many things that we don't understand. De nincsenek véletlenek. But accidents don't exist. Az Isten, aki teremtette ezt a világegyetemet és fenntartja. Because the God who created this universe and sustains it. Aki gondoskodik arról, hogy a bolygók a megfelelő pályákon mozogjanak. Who makes sure the planets move on their orbits. Őnek ugyanúgy van hatalma, hogy a te életed legapróbb dolgait is szervezze. He has the power to organize even the smallest things of your life. A nagy dolgokon és a kis dolgokon is Isten szuverén Isten. So God is sovereign over the big things and the small things as well. Nem minden történik úgy, ahogy ő tervezte, mert vannak dolgok, amiknek más oka van. There are things that don't happen the way he originally designed or planned them, because there are things that have some other reasons behind them. De ezek is csak azért történhetnek, ha ő megengedi. But even these things can happen only if God allows them. És a Biblia bátorítja a benne, az Istenben bízókat. And the Bible encourages those who trust in God. Hogy bízzanak Istennek a szuverén hatalmában. To trust in the sovereign power and the sovereign rule of God. Példabeszédek könyvének a harmadik fejezetének az 5-6 versében ezt olvassuk. This is what we read in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Egyengetni fogja ösvényeidet. Így szól az ígéret. This is the promise, and he will make straight your paths. 37. Zsoltár 23-as versében ezt olvassuk. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. And this is what we read in Psalm 37 verse 23. Az Úr irányítja a lépteit. So the Lord establishes his steps or guides his steps. Hogy irányítja az Úr? How does he guide his steps? Úgy, hogy éppen olyan dolgok történnek véletlenül, amit Isten akar. He guides them in a way that things accidentally happened to them that God actually wants. Ilyen volt az a véletlen is, hogy Ruth éppen Boaz mezén kezdett kalászt szedegetni. This is what the accident was like, that Ruth so happened to start gleaning on the field of Boaz. Valaki ezt véletlennek mondja. Some people say it was an accident. De én hiszem, hogy ez az Isteni gondoskodás volt. But I really believe that this was God's provision. Sőt, a véletlen még fokozódik is, mert nem csak az történik, hogy azon a mezőn szedeget Ruth, hanem véletlenül éppen Boaz arra jár. And this whole accident is getting even more intensified, because it's not only that Ruth finds herself on the field of Boaz, but Boaz so happens to walk by. Túl sok a véletlen. Too many accidents happen here. Ugye a 4. versben folytatjuk a történetünket, olvasom. And we will continue our story in verse 4.
Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki, áldjon meg az Úr. Először hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy Isten hogyan vezeti ezt a két embert ahhoz, hogy találkozzanak. And I just want to first draw your attention how God is leading these two people to meet. Nagyon egyszerűen. Very simply. Mind a ketten egyszerűen Isten útján jártak és Istenben bíztak. Both of them were just walking in God's ways and trusting in God. Nem csináltak semmi különlegeset. They didn't do anything special. És ezen az úton találkoztak, mert Isten akarta, hogy találkozzanak. And on this way they met because God wanted them to meet. Nézzétek meg, mit csinál Ruth. And please look at what Ruth does. Ő egyszerűen Istenben bízik, Isten törvényét ismeri, és elindul, hogy kalász szedegessen, hogy egyszerűen életben tudjanak maradni, és tudjon az anyósának is segíteni. She knows God's law and trusts God, so she just she went out to provide for themselves so that they could just remain in life. Mit csinál Boaz? Stay alive. And what does Boaz do? Boaz Istenben bízik, ugye a munkáját végzi, épp a munkásait látogatja meg. Boaz trusts God and he's doing his work also and he's just visiting his workers. És figyeljétek meg már a párbeszédből ő és a munkások között. Már onnan megláthatjuk, hogy mennyire benne volt Boaz életében Isten. And just please notice as you look at this dialogue between him and his workers how much and how great role God played in his life. És találkoztak. So they met. Isten gondoskodott erről. God made sure it happens. Ő szervezte az eseményeket. And he was the one organizing these events. Egyikük sem ügyeskedett, hogy valami úgy jöjjön össze. Neither of them tried to work something out so that this would actually happen. Tehát a természet feletti megtörténik teljesen természetes módon. The supernatural happens totally naturally. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lecke azoknak, akik társat keresnek. And I really believe that this is a very important lesson for those of you who are looking for a spouse. Ha Istentől akarsz társat kapni, akkor egyszerűen járj vele. Bízz benne, és tedd a dolgot, amiben elhívott Isten. And if you want to receive a mate or a spouse from God, then just simply walk with him, trust him, and do the thing that he called you to do. Ez ilyen egyszerű. It's that simple. Nem kell valami extra tuning. I don't need to tune it up a bit. Nem kell egy picit besegíteni Istennek mégis, hogy I don't really need to help God out a bit, you know. Nem kell. You don't have to. You don't ilyen need egyszerű. To. It's that simple. Az a baj, hogy sokszor nem hisszük el. But the problem is that many times we don't believe that. Nem hiszik, hogy Isten szuverén Isten, és a legjobbat akarja adni nekünk, és ő tudja, hogy hogyan adja meg. We don't believe that God is a sovereign God, and he wants to give us the best, and he knows how to give that to us. De hát, ha nekem nem hiszel, higgy legalább a Bibliának. But if you don't believe me, then please believe the Bible at least. Elérkezik a nagy pillanat, Boaz meglátja Ruthot és Ruth is Boazt. So the great moment arrives, Boaz notices Ruth or sees Ruth and Ruth sees Boaz. Vajon ez szerelem első látásra? Is this love at first sight? Nézzük meg, mi történik. So let's see what happened. Ötödik verstől olvasom a hetedikét. And I will read verses 5-7. Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt. Ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte. Az a moábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Moáb mezejéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig alig pihent egy keveset. Ugye a Biblia azt nem írja most le nekünk, hogy mit érzett, és mire gondolt Boáz, amikor megpillantotta. So the Bible doesn't describe us what Boaz felt and thought when he first glanced at Ruth. Úgyhogy sajnos ezeket közvetlenül nem tudom tolmácsolni. So unfortunately I cannot directly tell you about it. De valami fontosat megtudunk, hogy mit csinált.
But we find out something important about what he did. Azonnal elkezdett érdeklődni felőle. Right away he started inquiring about her. És majd mindjárt elmondom a hátteret, hogy azért ez nem akármilyen érdeklődés and volt. I will let you know about the background too, that it wasn't just an any kind of an inquiry. Hadd mondjam el, hogy én azt gondolom, hogy ez szerelem volt első látásra. Let me tell you that I really think that this was love at first sight. De most szeretném elmagyarázni, hogy mit értek ezzel. But I want to explain to you what I mean by that. De még azzal, ez előtt hadd mondjam el azt, hogy hiszem azt, hogy mindenkinek más az útja. Nem szabad másolnunk másnak a példáját. Even before that, I just want to tell you that I really believe that everybody's way is different and we cannot copy each other's lives. Tehát nem az, or each other's examples. Nem az a mérője a szerelemnek, hogy első látásra következette be, vagy csak másodikra. The measurement of love is not if it happened at first sight or at second sight. De nem attól igazi a szerelem, hogy már első látásra megtörtént. Love is not true because it happened at first sight or this happening doesn't make love true. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy itt ez történt. But despite that, I believe that this is what happened here. Nézzük meg, miért gondolom ezt. And let's see why I think that. Először is Boáz már tudott róla, hogy ez a nő Betlehembe van. First of all, Boaz already knew that this woman is in Bethlehem. Tudta, hogy Naomi egy Moabita nővel érkezett vissza Betlehembe. He knew that Naomi came back to Bethlehem with a Moabitess. Betlehem egy nagyon kis falu volt. Because Bethlehem was a really small village. Nem tudom, hogy van itt valaki, aki élt már kis faluban. And I don't know if any of you have ever lived in a small village. Kis faluban mindenki tud mindenkiről mindent. But in a small village, everybody knows everything about everybody. Ez így működött az idők kezdete óta, így van ma is. And that's how it worked since the beginning of time, and that's how it is today. Tehát nem ez volt az a pillanat, amikor Boaz tudomást szerzett, hogy egyáltalán létezik ez a nő. So this wasn't the moment when Boaz found out that this woman exists at all. Bizonyára elmesélték, mert különös történet volt ez, hogy mi a történet ennek a nőnek. I'm sure he was told about the whole story around these women because it was a really strange story. És én azt gondolom, hogy Boaz már nagyon sokat megtudott róla a jelleméről. And I really believe that Boaz had already found out a lot of things about her and her character. Még nem is találkozott vele, soha nem látta, de amit hallott róla, az nagyon sokat elmondott a jelleméről. He hasn't met her yet and hasn't even seen her yet, but the things that he heard about her told him a lot about her character. Tudta, hogy mennyire szeret és gondozza az anyósát. He knew how much she loves her and cares for her mother-in-law. Hallott róla, hogy mennyire tiszteli és keresi a zsidók istenét. He heard about how much she was seeking the God of the Jews. Gondoljatok bele, hogy Ruth mindent feladott, elhagyta az otthonát és elment a népének az ellenségek közé. Just imagine and think about this. Ruth left her home, gave up everything and she went to live among the enemies of her people. Ruthnak semmi esélye nem volt arra, hogy férjet találjon, mert ki az az őrült zsidó férfi, aki egy moabitát fog elvenni. Ruth had no chance of finding a husband because there was no mad enough Jewish man who would marry a Moabitess. Ennek ellenére szerette az anyósát, vele ment, gondoskodott róla, és kereste az Istent. But in spite of that, she loved her mother-in-law, so she went with her, took care of her, and she loved God. Hagy emlékeztessek benneteket, amit az előző részben mondott az anyósának, ugye, amikor még csak éppen indulni akartak. Let me remind you of what she told her mother-in-law in the previous chapter when they were just about to leave Moab. Ruth könyvének az első fejezetének a 16-os 17-es versében olvas. And this is what we read in chapter 1 verses 16 and 17. De Ruth azt felelte: figyeljetek és próbáljatok jellemet rajzolni
ezekből a sorokból. Please pay attention to these verses and try to draw a conclusion about her character. Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem is. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Micsoda hitvallás ez? This is an incredible confession of faith. És bizonyára Naomi elmondta, amikor kérdezték az otthoniak, hogy miért jött veled ez a nő? And I'm sure Naomi told people when she was asked why this woman came back with her. És valószínűleg ez a történet és ez a hitvallás eljutott Boázhoz is. And probably this whole story and her confession of faith reached the ears of Boaz as well. Boaz már sok mindent tudott Ruthról, mielőtt még találkozott volna vele. So Boaz had known a lot about Ruth before actually meeting her. És lehet, hogy ott volt a szívében az is, hogy hú, de megismerném azt a nőt, akinek ez a hitvallás. Maybe actually he thought in his heart, I would really like to get to know this woman who has such a confession of faith. Legalábbis, ha én a helyébe lettem volna, biztos ezt gondoltam volna. At least, if I was in his shoes, I would have thought that. Ez a sure. Karakter, ez jellem. This is called character. Ilyen nőt keresek. And this is the kind of woman I'm seeking, or looking for. És aztán ugye, amikor meglátta ezt az idegen nőt ott a földjén, és ugye a munkásaitól megtudta, hogy ő az a nő, akkor nagyon izgatott lett. So when he saw this foreign woman on his field and he found out from his workers that this is Ruth, then he really became very excited. Azért azt hadd jegyezzem meg, hogy ez nem az a fajta romantikus találkozás lehetett, amit a filmekben szoktál látni. But I just want to mention that this probably wasn't the type of romantic meeting that we see in the Hollywood movies, romantic movies. Tehát Ruth az nem a fodrásztól és a műkörmöstől jött. So Ruth was not coming from the hair and nail salon. Hanem egy egész napi munka után valószínűleg izzadtan, fáradtan és koszosan állt ott Boaz előtt. But probably after a whole day's work, she was standing before Boaz, sweaty and tired, stinky. És Boazt valószínűleg nem az fogta meg, hogy milyen szexi ruhában volt. And Boaz probably wasn't touched by her sexy clothing. Mert nem abba volt. Because she was not wearing anything. Nem gondolom, hogy abba volt. At least I don't think she was. Én azt gondolom, hogy Boazt elsősorban Ruth jelleme érintette meg. I really believe that Boaz was really touched by her character. Az, amit már hallott róla, amit megtudott róla. What he has already found out about her. És az, ami az első találkozáskor belőle sugárzott. And what radiated from her when they first met. Ezért, amikor én azt mondom, hogy ez szerelem volt első látásra, akkor nem pusztán erotikus vonzódásra gondolok. So when I say that this was love at first sight, I'm not thinking about this erotic attraction. Hanem az a fajta vonzódás ragadhatta meg Boázt, ami egy jellemében gyönyörű, istenfélő nőben megragadta őt. But he was attracted to what was so beautiful in this God-fearing woman who was beautiful in her character. Tudtad azt, hogy a jellemed az sugárzik? Do you know that your character is being radiated, that you shine your character? Akármilyen is az. No az matter sugárzik. What it's like, you radiate it. És azt megérzik azok, akik azt a jellemet keresik, ami benned van. And those who are looking for that type of a character will sense it in you. Van egy nagyon régi közmondás. There is an old saying. Zsák megtalálja a foltját. Every Jack will get his Jill. Én azt gondolom, hogy ez igaz a párválasztásra. And I really believe this is true of finding a mate. Azok, akik összeillenek, azok felismerik egymást. That those who fit together will recognize each other. Egy istenfélő férfi megérzi az istenfélő nő jellemét. That a God-fearing man will sense the character of a God-fearing woman.
Ezt saját tapasztalatból is tudom. And I know this from experience. Én találkoztam már életemben olyan nőkkel, akik rendkívül erotikusak és szexik voltak. In my life I've met women who were totally erotic and sexy. De a jellemük egyáltalán nem vonzott. But I was really not attracted to their character at all. Mert az mellett, hogy éreztem az erotikus vonzást, because besides sensing this erotic attraction, nem éreztem a szentséget. And I didn't sense holiness. És volt olyan, akinél ez a szexuális vonzerő varázsa csak addig tartott, amíg meg nem szólalt. And there were those who attracted me sexually only until they opened their mouths. Mert utána már beleláttam a szívébe. Because afterwards I gained an insight into their heart. És csak egy gondolatom volt menekülni. And I had only one thought on my mind, just run away. Viszont találkoztam olyan nőkkel is, akik még meg sem szólaltak, és éreztem rajtuk Krisztust. But on the other hand, I've met women who didn't have to say a word, I already sensed Christ in them. Tisztaságot és szentséget. I could sense their purity and holiness. Alázatot és gyengétséget. And humility and gentleness. És miután beszéltem velük, még jobban megismertem őket, és még jobban gyönyörködhettem a krisztusi jellemükben. And after having talked to them, I got to know them more, and I could delight even more in their Christ-like character. Ezzel nem akarom azt állítani, hogy a testi vonzalom nem fontos. With all this, I don't want to say that physical attraction is not important. De, nagyon fontos. But it's very important. Mikor valaki megkérdezi tőlem, hogy összeházasodjon-e valakivel, when somebody asks me if they should marry someone, néha előfordul, sometimes it happens, régebben jegyes oktatásnál többször megkérdezték. Actually, when we were still doing premarital counseling, we were asked this quite a few times. Akkor azt szoktam mondani, hogy csak akkor házasodj össze vele, ha nem tudsz nélküle élni. And I always told them, only marry this person if you are unable to live without her or him. Mert ha tudsz, akkor jó eséllyel fogsz is. Because if you can live without them, then there is a good chance that you will actually end up living without them. Mert a házasság az egy nagyon komoly dolog. Because marriage is a very serious thing. És fantasztikus, erős bástyája az Istennek. And it's a fantastic and strong bastion of God. És a legnagyobb munkája az ördögnek ebben a világban a házasságok szétverésére megy. And the greatest work of the devil in this world is in trying to destroy marriages. De fontos a testi vonzalom is. But physical attraction is important too. De nem a legfontosabb. But it's not the most important. És nem az egyetlen, ami számít. And it's not the only thing that matters. Én 17 évvel ezelőtt találkoztam egy nővel, 17 years ago I met a woman, akinek megragadott a jelleme és a testének is a vonzása. Who attracted me by both her character and her physical appearance. Szerelmes lettem. So I fell in love. Nem tudtam nélküle élni. I couldn't live without her. Elvettem feleségül. So I married her. 17 év után még ma is fülig szerelmes vagyok belé. And now 17 years later I'm still totally in love with her. És áldom Istent azért. And I bless God. Hogy nekem ajándékozta. That he gave her to me. Ő volt az. She was the one. Ő szervezte a véletleneket. I mean he was the one. He was one who organized all these accidents. Nem az én szervező munkám volt. And it wasn't my organizational skills. És visszanézve az eseményekre csak ámulok és csodálkozom. And as I look back over all the events that transpired, I'm just amazed and standing awe. Azt gondolom, hogy Boáz esetében Ruth jellemének a vonzása és a testi vonzalom valószínűleg egyszerre megvolt. And I really believe that in the case of Boaz and Ruth, he was attracted both by her character and her appearance. Miért gondolom ezt?
Why do I think that? Nézzük csak, mit csinál Boaz. But let's see what Boaz does here. Mit csinál egy férfi? What does a man do? Mikor kezd beindulni. When he gets you know, all passionate about someone. 8. 9-es verseket olvasom. So, let's read the verses 8 to 9. Ekkor azt mondta Boaz Rútnak, hallgass ide, lányom, ne menj te más mezőre szedegetni. Ne is menj innen máshová, hanem csak maradj, csak a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, menj utánuk. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és így áll abból, amiből a szolgák merítenek. Boaz azt akarja, hogy ne menjen máshova. Boaz wants her to not go anywhere else. Minden szava, amit mond, azt sugározza, hogy maradj itt a közelemben. By every word that he says, he is just saying, remain here close to me. Boaz gondoskodik róla. So, Ruth megvédi Ruthot. Boaz is taking care of her and protects her. És aztán elindul egy kis beszélgetés köztük. And maybe a conversation started among them. Nézzük meg. 10. versről 13. Let's look at this conversation from verse 10 to 13. És figyeljétek továbbra is Ruth jellemét. And please continue to pay attention to Ruth's character. Ruth arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boaznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? Boaz így válaszolt neki. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél? Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az asszony pedig ezt mondta, milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgálód sem vagyok. Ugye, hogyha itt megfigyelitek Ruth jellemét, nagyon érdekes dolgokat láttok. If you pay attention to Ruth's character here, you will find really interesting things out about her. Tehát ugye én ismertem olyan nőket, akik egy ilyen helyzetben azt mondták volna, hogy ha még jó, hogy megengedett, hogy kalászszedegessek, ez jár nekem a törvény alapján. I've known women who would have said in this situation that it's good that you allow me to glean here. Of course, you should, because I'm entitled to this based on the law. Most Ruth nem ilyen. But Ruth is not like that. Alázatos és hálás. She is humble and thankful. Meglátjuk az ő szívét. And we see her heart here. Meglátjuk a jellemét. We see her character here. És én hiszem, hogy igazából erre indult be Boaz. And I really believe that this is what caused Boaz to be passionate about her. És ugye ebből a párbeszédből is ugye látjátok, hogy milyen sokat tud Boaz Ruthról. El is mondja. And even from this conversation we can see how much Boaz knows about Ruth already, and he actually tells her about that. Apróra elbeszélték nekem mindazt, mondja. Tehát Boaz tud a részletekről, azt mondja. Ismerlek. He says that they told me about everything in details, so he knows all the details. És ismeri azt, hogy a zsidók istenének az oltalmát keresi, oda menekült ehhez az Istenhez. And he knows that she is seeking the refuge with the God of the Jews. She actually ran to this God. Újabb tanulság a társkeresőknek. And this is another lesson for those seeking a spouse. Tudd meg azt, hogy akibe szerelmes vagy, annak az életében mennyire van ott Isten. Find out how much is God present in the life of the one that you are in love with. Boaz lenyűgözte azt, hogy Ruth életében ugye mennyire volt ott Isten. Boaz was really amazed by how deeply God was there in Ruth's life. Az, hogy szerintem Boaz itt már fülig szerelmes, azt bizonyítja az is, amit ezután csinál. Figyeljük csak meg. And the fact that Boaz is totally in love here is proven by what he does next. 14. Verse 14.
Az evés idején azt mondta neki Boáz, jöjj közelebb, egyél kenyeret és más falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé, Boáz pörkölt gabonával kínálta, az asszony pedig evett, jól lakott, sőt még hagyott is. Tehát Boáz oda hívja, hogy együtt ebédeljenek. So Boaz invites her to eat with him. A manapság ez úgy van, hogy elhívod egy étterembe, ugye? Nowadays you just invite her to go with you to a restaurant. De azt látjuk, hogy Boáz szeretett volna közelében lenni, szeretett volna vele még többet beszélgetni, szerette volna őt még megáldani. But what we see is that Boaz wanted to just be close to her, wanted to talk to her more, and wanted to bless her. És még itt, ezután se hagyja abba. And Boaz doesn't stop here. Mikor vége az ebédnek. When the lunch is over. 15-ös, 16-os verse. Verses 15 and 16. Azután föl kell tovább szedegetni. Boáz pedig megparancsolta szolgáinak, hadd szedegessen a kévék között is, és ne pirongassátok. Sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott. Hadd szedje föl, és meg ne szídjátok. Na most hadd mondjam el, hogy amit itt olvasunk, az már nem volt benne Mózes törvényében. Let me tell you that what we read about here was not in the law of Moses. Ez már arról szól, hogy mivel extrázta meg ezt Boaz. This is about what Boaz added to it. Látjuk, hogy mennyire meg szeretné áldani ezt a we nőt. Just see how much he wants to bless this woman. Ugye szinte a saját munkásaival csináltatja meg a munkát, és amikor már csak össze kell szedegetni. Almost he makes his workers do all the work, and she just needs to collect what is left there for her. Engem izgatott volna, hogy vajon Ruth mit gondolhatott, amikor látja, hogy ott hagyják a kész cuccot. I wish I could know what Ruth was thinking when she saw the workers leave these ready sheaves for her. De ezt nem írja le a Biblia. But the Bible doesn't tell us about that. De azt látjuk, hogy Boaz újra és újra megáldja ezt a nőt. Szeretném jobban megismerni. But what we see is that Boaz is just blessing and blessing this woman even more, and he wants to get to know her. Mennyire kiváló példája ez annak, ahogyan Isten mindig újra és újra megáld bennünket. This is such an amazing example of God blessing us over and over again. Ahogy a kegyelmét kiárasztja ránk. It's an example of him pouring his grace out on us. Ahogy Boaz kiárasztotta a kegyelmét. And just like Boaz poured his grace out on Ruth. Nem csak azért tette, mert a törvény előírta. And he didn't do this just because the law told him to. Már sokkal többet akart neki. But he wanted to give her so much more. Nézzük tovább, 17-es, 18-as versek. So let's look at verses 17 and 18. Így szedegetett a mezőn egész estig, amikor kicsépelte azt, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette és hazament a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett. Aztán elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Ugye Ruth nagyon, hogy mondjam, gazdag zsákmánnyal ért haza. So she went home with a rich plunder, so to say. És az anyósa is megdöbbent ezen. And her mother-in-law was quite surprised by ez that. Ez a reakciója, 19-től a 23-asig olvasom. And this is her reaction from verses 19 to 23. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa, hol szedegettél és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a párt fogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta, Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a menyének. Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg a szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi, hozzánk tartozó ez az ember közeli rokonaink közül való. A moábi Rút ezt mondta. Még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta menyének Ruthnak, jól teszed, lányom, ha az ő szolgálóival jársz, akkor nem bántanak más mezőn. Ruth tehát Boáz szolgálóinak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása, de az anyósánál lakott. Azt látjuk, hogy Boáz ugye itt még nem kéri meg a kezét. We see here that Boaz doesn't ask her to marry him yet. Nem veszi feleségül.
doesn't marry her yet. Ugye itt az aratás végéig volt egy időszak, amikor megfigyelhette, beszélgethette. So, until the end of the harvest, there was a season when he could just watch her and get to know her. Egy fontos lecke azoknak, akik szerelmesek lesznek első látásra. And this is an important lesson for those of you or those people who fall in love at first sight. Várj. Wait. Várj. Wait. Várj. Wait. Tanulj meg várni az Úrra. Just learn to wait on the Lord. Ez a legfontosabb, amit tehetsz azért, hogy kiderítsd, hogy nem csak a hormonjaid dolgoztak. That's the most important thing you can do to find out if it was only your hormones working. Idő kell ahhoz, hogy megismerd a jellemét teljesen. It takes time to get to know someone's character completely. Idő kell ahhoz, hogy megismerd Isten akaratát és megerősítsen és békességed legyen benne. And it also takes time for you to find out what God's will is and find peace in it. Idő kell ahhoz, hogy felelősségteljes döntést hozz. It takes time to make a responsible decision. Boaz is itt még vár. So Boaz is still waiting here. Ruth is vár. And Ruth is waiting as well. És a következő fejezetben jön a folytatás. And the next chapter we will see how the story continues. És lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy ez a történet két ember találkozásáról, a párválasztásról, a társ megtalálásáról szól. And maybe many people think that this story is about finding a mate and how to choose one. Erről is szól. And it does talk about that too. De nem csak erről. But it's not all about that at all. Van egy fontosabb üzenete. It has a more important message. És erről is akarok beszélni egy kicsit. And I want to talk about that too. Ugyanez, mint amikor valaki olvassa a Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levelének az 5. fejezetét. As the same like when somebody reads the 5th chapter of the book of Ephesians that Paul the apostle wrote. Az a fejezet tele van azzal, hogy a férj és a feleség a házasságban hogy működjön. That chapter is full of directions as to how a man and the woman should behave in a marriage. És azt gondolnánk, hogy ez a házasságra tanít. And we would think that this is teaching about marriage. És arra is. And how to live in marriage. And it does talk about that too and teaches about that too. De amikor elérkezünk a 32. vershez, az 5. fejezetben, akkor ezt olvassuk. But when we get to verse 32 in chapter 5, this is what we read there. Nagy titok ez. Én pedig Krisztusról és az egyházról mondom, írja Pál. Pál apostol az efezusi levélben nem csak házassági tanácsadást csinál. So in the book of Ephesians, Paul is not only doing marriage counseling. Hanem a Krisztus és az egyház kapcsolatáról beszél. But he's talking about the relationship between Christ and the church. Arról, hogy a házasság tudja kiábrázolni legjobban egy jól működő keresztény házasság, hogy milyen Krisztus és az egyház kapcsolata. But he's rather talking about that it is a Christian marriage that works well, operates well, can show the most what the relationship is between Christ and the church. És Ruth könyve sem pusztán egy románc történet. And the book of Ruth is not only a love story, a romantic love story. Hanem Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolata. But rather it describes the relationship between Christ and the church. Boaz és Ruth szerelmének története bele van ágyazva egy nagyobb szerelmi történetbe. So the love story of Boaz and Ruth is just placed into a greater love story. Istennek és a népének a szerelmi történetében. The love story between God and his people. Boaz annyi mindenben példázza nekünk Krisztust. And Boaz is an example of Christ for us in so many ways. Ruth pedig kiváló példája az egyháznak, a gyülekezetnek, nekünk, ahogy hozzáviszonyulunk. And Ruth is a great example of us, of the church, of us, how we relate to Christ. Ahogy Ruth egy olyan népből származott, akik Isten ellenségei voltak, így mi is. Just like Ruth came from a nation that was an enemy of God, we come from a nation like that. Mi sem kerestük Istent. People like that. We were not seeking God either. Mentünk a magunk feje után. We were just doing our own things. Bűnben éltünk. And we lived in sin.
Mindannyian. All of us. Pál úgy írja a Római Levél 3. fejezetének a 10. versében, hogy nincs igaz ember egy sem. And in Romans chapter 3 verse 10 Paul says that there are no righteous people, there is not one. Ahogy Boáz belépett Ruth életébe és kegyelemmel árasztott el, így áraszt el bennünket is Isten kegyelemmel, amikor belép az életünkbe. And just like when Boaz stepped into the life of Ruth, he lavished her with his grace. God lavishes us with his grace when he steps into our lives. És megérthetjük azt, hogy szeretve vagyunk. And we can understand that we are loved. Méghozzá halálosan. And that we are to death, we are loved to death. Isten halálosan szerelmes belé. God is madly in love with you. And, honnan tudjuk ezt? And us, how can we know that? Nézz a keresztre. Just look at the cross. Ő ártatlan volt egész életében. He loves us to death. He was innocent all, in all of his life. Az ellenségei sem tudtak bűnt bizonyítani rá. Not even his enemies were able to prove that he sinned in any way. Leköpték. He was spitten. Meggyalázták. They spit at him. He was reviled. Megkorbácsolták. He was whipped. És végül keresztre feszítették. And then at the end he was crucified. Nem ellenkezett. And he did not resist all of this or any of this. Pedig ő az Isten. Even though he is God. Miért tette? Why did he do this? Azért, hogy megmentsen téged és engem. He did it to save you and me. Ézsaiás így profétált róla. This is what Isaiah prophesied about him. És amikor ezeket felolvasom, újra gondoljatok arra, hogy milyen a karaktere, milyen a jelleme annak a valakinek, akiről ezek a sorok szólnak. And when I read these words, please try to find out what the character of the person is like who these lines describe, whom these lines describe. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Én 30 évvel ezelőtt tértem meg. I got saved 30 years ago. Emlékszem rá, pont 30 éve volt, novemberben lesz 30 éve. I remember it was 30 years ago in November. Az egyetemre jártam. I was attending university at the time. És meggyőződéses ateista voltam. And I was a professed atheist. És a megtérésem történetét már sokszor elmondtam, most nem fogom még egyszer. And I've told you about how I got saved. I shared this story with you many times, so I'm not going to repeat it. De azt szeretném elmondani, hogy akkor, amikor 30 évvel ezelőtt megismertem Jézust, minden megváltozott. But I want to tell you that when 30 years ago I met Jesus, everything changed. Mintha hályok hullott volna le a szememről. It was as if these blinders were taken off of my eyes. Hirtelen megértettem, miért vagyok, ki vagyok, hol vagyok, hova megyek. All of a sudden I understood why I exist, who I am, and where I come from, and where I'm going. De ami a legfontosabb, megismertem őt. But what's most important is that I came to know him. És a legfontosabb, amit megismertem benne, az, hogy szeret. And the most important thing that I found out about him was that he loves me. És ahogy egyre inkább megismertem őt, ez alatt a 30 év alatt, egyre inkább lenyűgöz, hogy mennyire szeret. And the more I've come to know him throughout these 30 years, the more amazed I am by his love for me. 30 éve járok veled, és még mindig
Nem ismerem őt eléggé. I've been walking with him for 30 years and I still don't know him enough. Sok minden dolog megkísértett ez alatt a 30 év alatt, de igazából egyetlen egy dolog akadályozott meg abban, hogy ne menjek el tőle és ne éljek bűnben. I've been tempted by many things throughout these 30 years, but really there was only one thing that kept me from going away from him and living in sin. És ez nem az ítélettől való félelem volt. And it was not my fear of judgment. Hanem az, hogy szeret, és nem akartam fájdalmat okozni annak, aki meghalt értem a kereszten, és ennyire szeret. But rather the fact that he loves me and I didn't want to hurt the one who loves me so much that he died for me on the cross. Valószínűleg 30 év múlva, de lehet, hogy már hamarabb, színről színre fogom őt látni. Probably in 30 years time, but maybe even earlier, I will see him face to face. Végre találkozom vele, aki meghalt értem a kereszt. Finally, I will see the one and meet the one who died for me on the cross. Akkor majd szeretnék a szemébe nézni. And then I will want to just look into his eyes. Nem tudom, mit fogok mondani. I don't know what I will say then. De sejtem, hogy mi fog velem történni. But I suspect what will happen to me. Ami 30 évvel ezelőtt történt. The same thing that happened to me 30 years ago. Szóhoz sem jutok. I will be speechless. És csak ámulok, és le vagyok nyűgözve azon, hogy mennyire szeret. And I will be just amazed by how much he loves me. Mikor erre a tanításra készültem, when I was preparing for this teaching, egy dologért imádkoztam, hogy Isten tegye meg ezen az estén mindenki életében. I prayed for one thing that God would accomplish in each of our lives here this evening. Hogy mindannyian ismerjük fel, hogy ő mennyire szeret. That we would all just come to the recognition of how much he loves us, that we would all realize this. Hogy az igazi szerelmi történet közte és köztünk van. And that we would realize that the true love story is going on between him and us. És nem csak arról beszélek, hogy hiszel Jézusban. And I'm not only talking about you believing in Jesus. Hanem arról, hogy átéled, hogy szeretve vagy. But rather in you experiencing that you are loved. Most arra szeretnék kérni, hogy csukd be a szemed, ahol vagy. Now I just want to ask you to close your eyes where you are at. And in the meantime, the worship team will come up. Azért kérlek csak arra, hogy csukd be a szemet, hogy ne zavarjon semmi most. The only reason I want you to close your eyes is that I don't want you to be distracted right now by anything. És csak arra szeretnélek kérni, hogy azon gondolkozz el, és arról beszélgess vele. And I just want to ask you to think about and to talk to him about, hogy szeretve vagy. You being loved by him. Hogy ő, aki elélt egy büntelen életet, that he who lived a sinless life, odaadta az életét a kereszten azért, gave his life on the cross, hogy te, aki leéltél egy bűnös életet, so that you who have lived a sinful life, ne azt kapd, ami megérdemel, wouldn't get or wouldn't receive what you deserved. Ő kapta meg a te bűnödet és a te ítéletedet. He was given your sin and your judgment. És mi kaptuk meg az ő igazságát és az ő áldását és kegyelmét. And we were given his righteousness and his blessing and his grace. És az minden vágya, hogy egyre jobban megismerd őt. And his greatest longing, his greatest desire is for you to get to know him more and more. Ismerd meg őt, ismerd meg az ő jellemét, ismerd meg az ő szerelmét. That you would get to know him, get to know his character and his love for you. Ha már ismered, and if you already know these things, akkor azt mondom, ismerd meg jobban. Then I say, get to know it more and more. Én 30 éve próbálom megismerni, és még nem ismerem eléggé. I've been trying to get to know this for 30 years now, but I still don't know it well enough. Szeretném jobban megismerni, jobban átélni. Szeretném, hogyha teljesen. I want to get to know him more. I want to experience this more. Ha teljesen be tudnám fogadni az ő szeretetet. And I want to
be able to receive his love completely. És én is tudnám őt és mindenkit úgy szeretni, ahogy ő szeret. And if I could love him and everybody else just like he loves me. Mert egy napon ott fogunk állni előtte. Because one day we will stand before him. Most már nem csak a hit szemeivel, hanem valóságosan színről színre látjuk majd őt. And we won't only see him with the eyes of faith, but we will see him in truth, face to face. És az csodálatos lesz. And that will be wonderful. Az egész élet arról szól, hogy felkészüljünk erre a találkozásra. This whole life is all about us getting ready for that. És ebben az életben bárhova fogsz is kerülni, és bármit fogsz csinálni, veled lesz. No matter where you will go in this life and what you will do, he will be with you. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál értünk a kereszten. Thank you Jesus that you died for us on the cross. Köszönöm, hogy kimondhatatlanul szeretsz bennünket. And I thank you that you love us in an indescribable way. És köszönjük azt, hogy egyre jobban akarod, hogy ismerjünk téged. And we thank you that you want us to know you more and more. Uram, azért imádkozom, hogy mindannyian most hagyd tudjuk megnyitni a szívünket, ahogy most dicsőítünk, a te szent lelked által töltsd be teljesen önmagaddal. And Lord, I pray that as we worship you now, we would be able to open our hearts completely, and that you would fill us by your Holy Spirit and yourself. Hogy tudjunk valóban úgy imádni téged, mint a szívünk szerelmese. May we be able to worship you as the lover of our souls. Ami királyunk, ami megváltónk, ami Istenünk, ami mindenünk. As our King, as our Redeemer, as our God, as our everything. Munkálkodj a mi szívünkben. Just work in our hearts, please. Jézus nevében imádkoztunk. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Most folytatjuk a dicsőítést. We will continue to worship the Lord now. Hogyha szeretnéd, hogy imádkozzunk érted, akkor itt lesznek oldalt többen is, akik szívesen imádkoznak érted, úgyhogy dicsétés közben is kijöhetsz. If you want us to pray for you, then there will be quite a few people standing there, and you can come out for prayer even during the worship time. Vagy pedig használd ki ezt az időt arra, hogy valóban ebben a dicsőítésben Isten betöltsön az ő szeretetét. Or just use this time so that God would truly fill you with his love while you are worshiping him. Csak álmodom arról, hogy gyönyörű lehet, ha ott állok végre előtted. Ma csak álmodom arról, hogy lesz majd egy nap, mikor színre látlak. Ma csak álmodom arról, csak álmodom arra, hogy gyönyörű lehet, ha ott állok végre előtted. Most csak álmodom arra, hogy lesz majd egy nap, mikor színre látlak. Most csak álmodom arra, érzek majd akkor, mikor dicsőséget vár, talán csendben csodálnak, vagy a lábam táncolt jár, vajon térdemre hullok, vagy álma nézek rád.
csak támadom. Távol kerültem jelenlétettől, nem volt remény, hogy elérjenek. Kicsibe esve kerestem arcot, segítségül hívtam neved. Szerelmet áttört a sötétségen, megérintetted lelkemet. Ott a kereszten meghaltál értem, így minden elvégezteted. Felfoghatatlan Isten, kiértetné meg szándékait. Dicsőségéről lemondott értem, magára véve bűneim. Meg lett bocsájtva az összes vétkem, saját fiát. Mondhatnék, csak benne van remény.
Az a reggel összetört testre, sírméből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál felett. Eljött az a reggel, eljött az a reggel, összetört testre, a sírméből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál felett. Oh, Jézus győzött.
lábadnál ad idős, és gyönyörködjek, amint csak élek Jézus.
Thank you for this evening, Jesus. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és te is itt voltál. Thank you that we could be here and you were here. Köszönjük mindazt, amit a szívünkben elvégeztél. Thank you for what you accomplished in our hearts. És szeretnénk folytatni veled az utat. And we want to continue on our way with you. Szeretnénk meríteni még többet a te szeretetedből. And we want to draw even more on your love. És ahogy most megyünk hazafelé, és holnap után vinni az örömhírt, hogy mi szeretve vagyunk, ezért más is szeretve lehet. And as we go home and tomorrow and every day, we want to carry the good news that we are loved, and because of that others can be loved too. Hálásak vagyunk azért, hogy te vagy. We are thankful to you that you are. És köszönjük, hogy velünk maradsz életünk minden másodpercében, addig a pillanatig, amíg színről színre látunk téged. And thank you that you will remain with us in every second of our lives and the moment when we see you face to face. És már előre izgatottan várjuk a pillanatot, amikor meglátunk. And we are looking forward to that moment with excitement in our hearts for that moment when we see you. Te nevedben imádkoztunk. Amen. And we prayed in your name. Amen. Isten áldjon benneteket. God bless you. Töltekezzetek be Isten szeretetével nap mint nap. Be filled day by day by God's love. És vigyétek az örömhírt. And carry and take the good news out. Sziasztok. Bye bye.